Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Tiszeker Dániel filmrendező, akinek második nagyjáték filmje Nagy Karácsony címmel hamarosan a mozikba kerül. Dani első filmjét lehet, hogy láttátok már többen, annak az volt a címe, hogy Soha véget nem érős, és igen, ez volt az a film, amely Well Hello zenék nyomán, azon zenék szövege és hangulata alapján készült sketchfilm volt még 2016-ban. Danival beszélgetünk arról, hogy hogyan született a Nagy Karácsony című karácsonyi film ötlete, és hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az Arra Érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, kövess Instagramon. Minden info a videó alatti leírásban. Köszi! Van soha véget nem érősös póló. Igen. És nekem nincs. Hát ezért vagyok most mérges. Hozok neked egyet. Mert hogy az az első nagyjátékfilmed, és most elkészült a második, és már elindítottam a felvételt, most nem leszek olyan gonosz, hogy nem szólok, már megy. Nagy Karácsony, és mindjárt premier. És nem csak ezért vagy itt, de ezért is vagy itt, mert hogy szerintem azt rögtön elárulhatjuk az elején, hogy mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. De még így is fogok tudni olyat kérdezni, amit abszolút nem tudok rólad, és ez a cél. És én emlékszem, hogy szerettelek volna hívni, talán tavaly beszélgetni, és mondtad, hogy mennék, de majd akkora majd, ha van miről beszélni. És most van miről beszélni. Hál' Istennek, igen, sikerült befejezni a filmet, és pont akkor kerestél meg, amikor hát azt hiszem 8-szorra indultunk újra a forgatásra, tehát azért egy ekkora világjárvány alatt egy olyan filmet forgatni, ami a vidámságról és a szeretetről szól, az nem egy egyszerű feladat, úgyhogy gondoltam, hogy várjuk meg azt, hogy tényleg elkészülünk-e. Hál' Istennek elkészültünk, szerintem egy nagyon szép munkát végeztünk, én nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, nem a saját részemmel, hanem a színészek és a stáb munkájával. És hát megint itt vagyunk egy világjárvány közepén, vagy még mindig, vagy újra, úgyhogy most amiatt aggódhatunk, hogy vajon lesz-e mozinéző. Aki, jaj, ne, aki, ne fesd az ördögöt a falra, aki beül. Hát most nagyon ezeket a napokat éljük, tehát egyik oldalról ilyen hihetetlen katartikus élmény, hogy egy olyan film született, amit elképzeltünk, és nagyon, nagyon jó minden, ami történik, ilyenkor áll össze, amikor a puzzle darabok így összeállnak, és megszólal a végleges zene, és 5.1-be halljuk a moziban, és ilyen hihetetlen katarzisok, de egyszerűen körbenézel, és mozban ülnek az emberek, és nem tudsz nem foglalkozni ezzel, és nagyon rossz lesz majd 20 év múlva megnézni akár ezt az interjút is, hogy erről beszélek, és olyan rossz, hogy erről kell beszélni, de hát egyszerűen nem tudom mit tenni. Sajnos. Nem szeretném elkövetni azt a hibát, hogy én... Pozitív leszek, ígérem. Nem, hogy én kategorizálom be a filmet, te hogy kategorizálod be, mit mondasz rá? Ennek az a műfaj, hogy karácsonyi film. Ez egy létező műfaj, hogy karácsonyi film, és ez azért csodálatos, hogy nem romantikus vígjátéknak, én nem romantikus vígjátéknak hívom, nyilván a forgalmazó, illetve a piac azt követeli, hogy ezt romantikus vígjátéknak, vagy csúnyább szóval romantikus komédián. Romkom. Nevezzük. Szerintem ez nem az, de hát ugye ezt itt már sokan itt ennél az asztalnál elmondták, hogy hát nem romkom, hanem dramedy, vagy bármi, tehát nagyon sokféleképpen lehet árnyalni, de szerintem mi azért vagyunk nagyon szerencsés helyzetben, mert létezik egy ilyen filmes műfaj, hogy karácsonyi film. Olyan szinten létezik, hogy angolszász országokban ezt így mondják, hogy Christmas movie, de még az olaszoknál is van. Ismered az olaszoknak a karácsonyi süteményét, amit ez a nagy dobozos kuglóf tele ilyen asszalgyümölcsökkel, ez a panettone. Aha. Ők úgy hívják, hogy cine panettone. És így hívják a saját karácsonyi filmjeiket, tehát hogy ennek van egy saját műfaja. Ezért én karácsonyi filmnek nevezem, csak nyilván nem lehet úgy kiírni, hogy Nagy Karácsony, karácsonyi film, karácsonykor a mozikban, mert szóismétlés hegyek, meg furcsa lenne az egész. De egyébként ez a műfaja a filmnek, és szerintem ez azért nagyon jó, mert a karácsony az elképesztően komplex dolog. Tehát ez egy olyan ünnep, amit nagyon-nagyon nyilván nem mindenkinek az életében van jelen, mert azért vannak olyan vallások, ahol nem ünneplik, de akik ünneplik a karácsonyt, azoknak az életében ez egy nagyon komplex dolog, mert sokan utálják, sokoknak ez a kedvence, van a Christmas freakek,
ekkor van a legtöbb lánykérés, de ugyanakkor ekkor van a legtöbb öngyilkosság is. Szóval annyira komplex dolog, hogy ezért a karácsonyi film az nem feltétlenül jelent egyébként így műfajilag, hogy akkor ez egy hasra esős vígjáték, hanem ez egy rétegzett, nyilván szeretettel teli dolog, tehát mert a karácsony a szeretet ünnepe, tehát ez megkerülhetetlen, de ez egy rétegzett műfaji besorolás, és lehetünk benne vidámak, lehetünk benne szomorúak, lehetünk benne akciódúsak, nagyon sok minden belefér ebbe a műfajba, ezért én karácsonyi filmnek nevezem, és nem feltétlen romantikus vígjátéknak, de egyébként a film dramaturgiája az a romantikus vígjátékok dramaturgiáját követi, tehát amikor fejlesztettük a forgatókönyvet, akkor azokat a paneleket, ami egy romantikus vígjátékba kell, tehát hogy ez egy jó közönségfilm legyen, ami nem úgy közönségfilm, hogy na most akkor hasraesős dolgok, és akkor kvázi fingópárnára rá. Igen, tehát egy okos közönségfilmet szerettünk volna csinálni, van tanulság is, meg van mélység, van szépség, és ugyanakkor benne vannak azok, amiket egy néző elvár egy romantikus vígjátéktól. Tök jó, hogy említetted a forgatókönyv fejlesztést, mert hogy hát annak is neki kell állni. Ez neked valami régi álmod volt egyébként, hogy karácsonyi filmet szeretnék csinálni? Igen. Milyen régi? Ez és mi régi. Inspirált? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi vágyam. Igazából már gyerekkorban kialakult a karácsonyi filmek függősége. Tehát amikor egyszer minden december 24-25-26-án én karácsonyi filmekkel töltöttem, de hát akkor még álmodni sem mertem róla, hogy tényleg összejön az, hogy majd akkor rendező leszek. Hál' Istennek elég korán bekerültem a filmgyártásba, tehát esély volt rá, de igazság szerint ez ilyen, így elraktam a tudatalattimba ezt a dolgot. Majd amikor már így kezdtem öntudatra ébredni, hogy akkor hogyan is képzelem én ezt a pályát, akkor megismerkedtem az Osvárd Gáborral, aki az egyik producere a filmnek, Lévai Balázs mellett, és beszélgettünk az egyetemi előkészítőn, hogy ki milyen műfajokat szeret, akkor megbeszéltük, hogy zenés film, de jó lenne, mert nem nagyon van jó zenés film, karácsonyi film. És ezt már akkor, 2002-ben megbeszéltük, hogy de jó lenne egyszerű karácsonyi film, aztán szépen elraktuk, okay, tehát egy 20 éves elraktuk a fejünkbe, és aztán nem beszéltünk róla, tehát nem fejlesztettük tovább semmi. És akkor ilyen 2014-15-16 környékén már motoszkált bennem, hogy azért jó lenne egy első filmet csinálni. Most már azért talán tartok ott a rengeteg szamárlétrát bejárva, hogy merhessek akár producert megkeresni, vagy egy picit gondolkodni arról, hogy milyen is legyen az én első nagyjátékfilmem, és amikor erről elkezdtem gondolkodni, hogy milyen műfaj legyen az én első nagyjátékfilmem, akkor tudtam azt, hogy közönségfilmet szeretnék csinálni. Zenés filmet szerettem volna csinálni, csak annyira mostoha műfaj Magyarországon a musical, annyira megosztó műfaj, főleg szakmailag, hogy egyrészt nagyon drága, másrészt nagyon megosztó, tehát nem sokan szeretik. De erről egy kicsit beszélgethetünk, mert hogy én ki vagyok azon, hogy kategorikusan nagyon sokan elítélik a musicalt. Hát úgy, ugye erről órákat tudnék beszélni. Hogy egy rossz élményük van esetleg. Így van. És utána azt hiszik, hogy az összes Az egy szar, az egy nézhetetlen, nincs benne tanulság, nem jó zenélek, stb. És akarok mondani egy nagyon pozitív példát, Pamkutya Norbi, Osbát Norbi. Olyan infóval jött elő, hogy őt is ismerem, nem tudom, 8 éve, és azért nagyon jobban vagyunk, ezt mondhatom. És volt Baján a 25 éves színi stúdiós jubileum, visszamentem énekelni, és kiposztoltam egy képet a Józsefesi elmezemről. Erre Norbi rám ír. Az az egyik kedvenc musicalem. És mondom, tessék, mondom, Norbi, 8 év után kell megtudjam, hogy te szeret. Persze, és elkezdte sorolni Insta cseten, hogy ő amúgy miket szeret, meg ismer. És mondom, úristen, van remény. Ezt akartam csak mondani. Nagyon érdekes emberekről derül ki egyébként, hogy szeretik a musicaleket, de hát ugye nyilvánvalóan a rögtön, jaj, nem musical, jaj, fúj, stb. Ez egy eléggé megbélyegző dolog. Igen, most egyébként a Betét dal sorozata van a Rekorderen a Varga Ferinek, és ott külön összeszedem, hogy mikkel szoktam meggyőzni azokat az embereket, akik a műzikeleket nem szeretik. Tehát összeszedtem azokat a filmeket, amiket azok az emberek is szeretnek, akik egyébként utálják a műfajt. Emlékeztes, azt és hiszik, linkelem. Hogy utálják a műfajt. Linkelem a videó alá. Jó, egyébként tök jól összeszedtük.
Szóval befejezve a gondolatmenetet, szerettem volna drága és megosztó. Szerettem volna a zenés filmet, de hát a igen, drága és megosztó, akkor lehet, hogy elsőre ez nem kellene. És akkor a tudatalattiból előmászott a karácsonyi film, hogy a karácsonyi filmben meg tudnám mutatni azt, hogy közönségfilm, hogy vicces is, de romantikus is, nagyon érdekes karaktereket lehet belehozni, főleg, hogyha például esetleg olyan történet, hogy nagyon sok színész szerettem volna használni, tehát elképesztően vágytam arra, hogy ugye volt egy castingos múltam, ebbe te is tevékenyen részt vettél, szerettem volna nagyon sok színészt használni, ezért tudtam, hogy egy sok szereplős filmet szeretnék, a karácsonyi film erre is jó, hogy sok szereplős legyen, és elkezdtem tervezgetni, hogy akkor de jó lenne egy ilyen, és még nem jutottam el addig a pontig, hogy megkeressek valakit, amikor a Lévai Balázs megtalált engem a Soha véget nem érőssel, hogy akkor csináljunk egy Well Hello filmet, és akkor húha, az én első filmem egy Well Hello film lesz, ajaj, és akkor rögtön megijedtem, hogy akkor nem így terveztem ezt a dolgot, de hát hál' Istennek nagyon jól alakultak a dolgok, mert az első nemet mondásom után egy ilyen 10 napra rá felhívott a Balázs, hogy akkor ha nem akarsz Well Hello filmet csinálni, akkor hogyan igen. És akkor így alakult ki a Soha véget nem érőssel. Te rögtön azt mondtad, hogy... Én először azt mondtam, hogy nem szeretnék filmet forgatni úgy, hogy ennek egyébként az általam most már nagyon nagyra becsült Karácsony Tamás és Csöndör László legyenek a főszereplők. Mert ugye arról volt először szó, hogy ők színészként vigyenek a hátukon egy történetet, és azt éreztem, hogy az én első játékfilmem az nem lehet egy olyan film. Nem azért, mert ők nem lennének nagyon tehetségesek abban, amit csinálnak, sőt, nagyon tehetségesek abban, amit csinálnak, nagyon, nagyon megszerettem őket, ahogy ők dolgoznak, és elképesztően nagy tudású zeneszerző hát csak ők első körben a Laci, és nagyon nagy tudású szövegíró és rapper a Tomi, de hát ők nem színészek. És hogy fogok ebből kimászni? Ezért én a Balázsnak azt mondtam, hogy én így nem szívesen csinálnám, közben meg ott volt bennem, hogy úristen, egy producer felhívott, hogy játékfilmet csináljak, hát ez... ki az, aki erre nem ugrál örömében, és nagyon-nagyon nehéz 10 nap volt, vagy nem is tudom mennyi, kb. Ilyen 10 nap körüli időszak volt, amíg eltelt, és akkor a Balázs felhívott, hogy hogyan igen, és akkor már becsatlakozott a projektbe Horváth András Dezső, forgatókönyvíró, és akkor összedugtuk a fejünket, és elmentünk Well Hello koncertre, és arra jutottunk, hogy nem a Well Hello-ról kell filmet csinálni, hanem arról, amit a dalok jelentenek az embereknek. Ezért összegyűjtöttünk 6 dalt, ami szerintünk történetileg akár egy kis játékfilm is lehetne, hogy egyszerűen annyira 2015-16 környékén annyira jelen volt a fiatalok életében a Well Hello, hogy mindenhol az szólt, és a részeseivé váltak ennek a mítosz volt gyakorlatilag akkor, hogy akkor ezeket formáljuk történetekké, és a Well Hello csak ilyen színészként, csak ilyen kis pici részekben szerepeljen, és akkor ez hál' Istennek a Balázsnak nagyon tetszett, nagyon köszönöm neki, hogy bizalmat szavazott nekem, nekünk, és végül akkor ez lett a mi első játékfilmünk, az, hogy zenés, az stimmelt, ugyan nem musical, de nagyon sok olyan zenés rész, vagy zenés megoldás van benne, ami azt gondolom, hogy olyan volt, hogy na, akkor ez én vagyok. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot lehetett annak ellenére beletenni, hogy kis költségvetésű volt, amire azt mondtam, hogy jó, büszke vagyok rá, hogy ez az első játékfilmem. És abban a pillanatban, ahogy ezt bemutattuk ezt a filmet, gyakorlatilag 2016. november 12-én mutattuk be a filmet, és november 14-én küldtem egy e-mailt a Balázsnak, a forgatókönyvíróknak, illetve az Osváth Gábornak, hogy akkor ebben már az Osváth Gábor is legyen benne, mert annak idején ezt együtt beszéltük, hogy na, akkor most vegyük elő a karácsonyi filmet. Emlékszel, és ezek jót vannak neked a fejedben? Persze. Hogy akkor most vegyük elő a karácsonyi filmet, és akkor rögtön, ahogy bemutattuk a Soha véget nem érőssel, elkezdtünk róla beszélgetni, és 2017-ben elkezdtük írni a forgatókönyvet, és pályáztunk, és akkor még azt hittük, hogy sketchfilm lesz egyébként, mert hát a szakma eléggé szeret skatujázni. Ja, és akkor és csak azért, mert a Soha nem véget nem érős sketchfilm? Pont, hogy azt a skatuját akartuk elérni, hogy akkor most halott pénzfilm jöjjön. Aha. És akkor valami skatuját kell találni magunknak, ezért akkor úgy voltunk vele, hogy akkor legyen a következő megint sketchfilm, és akkor a Nagy Karácsony egy
sketchfilm legyen, de hát rá kellett jöjjünk arra, hogy ilyen már van, és úgy hívják, hogy igazából szerelem. És nem tehetjük meg azt a luxust, hogy minden egyes újságcikkben az legyen, hogy na, itt van a magyar igazából szerelem, mert ezt megcsinálták a németek, megcsinálták a csehek, megcsinálták a lengyelek, és nem szerettünk volna ebbe a sorba tartozni. Ennek ellenére megkerülhetetlen, tehát biztos, hogy így is lesznek olyan cikkek, hogy igazából nagy karácsony, nem tudunk ezzel mit kezdeni, ami nem is baj, mert nagyon szeretjük azt a filmet, de úgy voltunk vele a forgatókönyvfejlesztés során, hogy ennek egy történetnek kell lennie. Egyébként, amivel bekerültünk a filmalap, akkor még filmalap, most már Nemzeti Filmintézet rendszerébe, az első treatmentünk, az egy sketchfilm volt. Wow. És arra kaptuk meg az első forgatókönyvfejlesztési támogatást, és nagyon sokat beszélgettünk az akkori filmalappal, és például Havas Ági mondta azt, hogy Anikám, hát egy nagy történet, hát ez sokkal izgalmasabb, és az milyen jó lesz, és hát nagyon-nagyon nehéz volt akkor ezt így befogadni, hogy de hát ez már fejünkben volt ugye a sketchfilm ötlete, és csodálatos karácsonyi történetek voltak, 5-6 nagyon jó kis minisztori, és akkor az Ágival beszélgettünk, és hát igaza volt, mert annyira erős volt az egyik történetünk az ötből, hogy az végül kiadott egy nagy játékfilmet, és hál' Istennek ez most elkészült, viszont megvan még az az öt, tehát még a későbbiekben lehet más jó karácsonyi történetet készíteni. Azt is elárulhatom, hogy láttam már a filmet. És ez csak azért mondom. Nagyon köszönöm, hogy megnéztem. Hát én köszönöm, hogy megnézhettem még a bemutató előtt, de hogy, és én most nem is fogom elmondani a véleményemet róla, azt majd mindenki, menjetek el, nézzetek magyar filmet, menjetek el moziba. De azt akarom csak mondani, hogy értem a félelmet, hogy igazából szerelem magyarul, csak tudod, pont arra gondoltam, hogy itt van egy nagyon erős fókusz. És hogy mind szép törtelve, mint az igazából szerelemnek az a nem tudom hány szála. Tehát, hogy ilyen tekintetben tök nem állja meg a helyét mondjuk ez az összehasonlítás, ezt csak szerettem volna én elmondani, hogy nekem egy másodpercig nem jutott eszembe azzal összehasonlítani. Nagyon örülök ennek. Mindenki azzal jön oda hozzám, hogy akkor ez olyan lesz, mint az igazából szerelem? Akkor reszkesetek betörők helyet eszük nézni? Reszkes Kevin? Tennap például egy tűzoltó, mert tűzoltóknak is megmutattuk a filmet, a történet nagy része tűzoltókról szól, és egy tűzoltó odajött hozzám, hogy Kevinnek annyi. Szóval egyszerűen megkerülhetetlen ezek a panelek, amikben gondolkodunk filmekről, elkerülhetetlen az összehasonlítás, de hál' Istennek azzal, hogy nem sketchfilm lettünk, hanem egy komplex történet, így talán kevesebb olyan megjelenés lesz, hogy igazából nagy karácsony. Kimondtuk már azt a nevet egyébként, hogy soha véget nem érős, bocsánat. Mert hogy ugye Well Hello filmként hivatkozunk rá, ki? Mondtuk már, soha véget nem érős. Ez azért fontos tisztázni, mert hogy én emlékszem, hogy annak idején, amikor kijött az első nagy játékfilmen, a soha véget nem érős, akkor jaj, van az a Well Hello film, az nem annyira Well Hello, hogy nem hallgatok, tudod, csak mezzót otthon, azt is éjszaka lehalkítva, stb. És voltak olyan ismerősök, akik mondták, hogy viszont úgy ültek be, hogy magyar film, soha véget nem érős, és nem tudták, hogy ez a Well Hello film, és hogy jaj, de jó volt, megnézzük még egyszer. Tehát, hogy megint van ez a fú, de gyűlölöm ezt a retkes prekoncepciót, hogy őszinte leszek, annak idején én sem nagyon hallgattam Well Hello-t. De ez nem azt jelenti, hogy mert nem szerettem őket, vagy az, hogy egyszerűen tök más fajta zenéket hallgatok. És fölkerestél ezzel a szereppel, egy mini szereppel, hogy van a Well Hello film, és én sem nem mondom ki, hogy mini szerep. Nincs olyan kis Nincs szerep. Nincs mini szerep, nagy szerep van, igen. Szerep. Igen, és akkor soha végén nem is. És emlékszem, hogy elmondtad pár mondatban, figyelj, nem ők a szereplők, ez nem ököröljük, vannak a dalok, és az egyes daloknak a hangulata, a dalszöveg alapján vannak történetek, és mondom, és ez tök jó hangzik. És hát kivel játszottál? Ki volt a partnered? Hát Starenki Dórival, aki mindig megjegyzett, hogy látod, hogy Pilates ez. Igen. Igen. Igen, ez a prekoncepció az elképesztő. Tehát akkor az sújtott minket, hogy elhelvatott, biztos nem lehet jó. Még be sem mutattuk a filmet, de akik nem szerették a Well-t, az IMDb-n záporoztak az egyesek. Tényleg. Persze. Erre nem is emlékszem. Persze. Tehát ez nagyon nehéz, és onnan nagyon nehéz visszajönni. Az elején sok egyest kap a film, de mindegy, nem
IMDb pontokban szoktam nézni a filmeket, hanem a közönség visszajelzései alapján. És bocsánat, de beszéljünk a mozis teljesítményről, mert azért nagyon szépet ment a Soha véget nem érős. Hál' Istennek 50 ezer néző megnézte, úgyhogy független film volt, és az egy nagyon, nagyon, nagyon pozitív dolog volt. Hivatalosan a rendszerben 35 ezer van bent, de ugye mi mozgó mozisztunk is, tehát egyébként 50 ezeren látták a filmet, illetve miután kikerültünk a moziból, egy ilyen stream szolgáltató oldalon nagyon-nagyon szép számokat produkált, tehát nagyon boldogok voltunk, hogy ez létrejött, és nagyon érdekes, hogy nem feltétlen a Well-Hello rajongók, hanem sokkal inkább, akik szeretik a jó filmeket, vagy a jó magyar filmeket. Erről beszélek az egyik legjobb barátnőm, ügyvéd, és ő a férjével ment el megnézni, akkor még csak pasia volt, és hogy ők aztán tényleg nem hallgatnak Well-Hellót, és megint csak ezt úgy mondom, hogy nem negatív kontextusban, nem hallgatnak, de hallották, hogy van egy új magyar film, megnézzük, és ő írt nekem Facebookon, hogy látott, és hogy hát ők is itt röhögtek végig, és hogy meg amúgy voltak azok a romantikus részek is, és úristen is, hogy milyen jó az egész. Nagyon jó színész Gerda lett, hál' Istennek, 35 fiatal, pályakezdő tehetség, és annyira frissek és izgalmasak voltak, hogy tényleg nagyon sok ember, aki prekoncepcióval ült be, úgy jött ki, hogy na, ez tetszett. De ez jó volt látni a Nagy Karácsonyban is, hogy azért vannak idézőjelesen visszajátszó színészeid. Igen. Hát igen, ez a castingos múlt, ez olyan, hogy nem mindig jó egyébként ez. Tehát, hogy nagyon sok olyan színész barátom van, akit bár szerepeltethettem volna a filmben, tehát nagyon nehéz azt megtalálni, hogy mit kíván a film, és mit szeretnék én. És ha lehetne, akkor 150 színész szerepelne a filmemben, és akár csak mindenki kis picit csak legyenek ott, tehát hogy ez egy borzasztó nehéz harc állandóan magammal, és a forgatókönyvvel és a producerekkel. Ezért nagyon jó az, amikor már korábban kipróbált, vagy nagyon jól kialakult munkakapcsolatok egy következő filmben újraélednek. Ez olyannyira igaz volt most, hogy konkrétan az Ötvös Andrásra és a Zsigmond Emőkére írtuk ezt a forgatókönyvet. Tehát amikor a Soha véget nem érős lezajlott, és megbeszéltük, hogy akkor a történetnek a főszereplője egy tűzoltó lesz, és egy alsós tanítónéni, akkor én megmondtam az íróknak, hogy srácok, ezt a karaktert Ötvös Andrásra írjuk, ezt a karakter Zsigmond Emőkére, és ez egyszer én így gondolkodom erről a szakmáról. Ez nagyon sokak szerint ez egy rossz dolog. Elsősorban azért, mert hitegetsz egy színészt éveken keresztül egy olyan filmmel, amit nem biztos, hogy megcsinálhatunk, mert még nem szavazták meg. Hitegetsz egy színészt, aki nem biztos, hogy benne lehet, mert nyilván még van egy produceri döntés, szponzori döntés akár, hogy a Nemzeti Filmintézetből is nyilván beleszólhatnak, hogy ki legyen a főszereplő, és az írók kezét is egy picit egyik oldalon megkötöd, hogy ebben kell gondolkozzanak, és nagyon nehéz volt először ezt megértetnem velük. És aztán eljutottunk odáig, hogy már dialógok vannak, és igazából a forgatókönyvírók is, én azt gondolom, hogy most már elismerik, hogy jó döntés volt, mert jobban a szájukra lehetett szabni a forgatókönyvet, és hál' Istennek, hogy eljutottunk oda, hogy tényleg ők lehettek a főszereplők. Nagyon rögös út volt, hogy ezt végigverjük, de hál' Istennek ők lehettek a főszereplők, és voltak ilyen bizonytalan, voltak olyan pontok, amikor kicsit ilyen bizonytalan a mezőre tévedtem, hogy a közönségfilmet csinálunk, akkor tényleg nagyon ismert emberek kellenek, mert egyszerűen muszáj. És a producerekkel is beszélgettünk, ezért például a Szegény Emőkét nagyon sokszor próbafelvételeztük. Nem azért, mert nem gondoltam, hogy ő nagyon jó, hanem azért, hogy megmutassuk, hogy még egyébként milyen lehetőségek vannak, és ő rengeteg próbafelvételt hősiesen végigcsinált, és hál' Istennek ő lehetett az. Andrással nem voltam hajlandó. Tehát Andrással úgy voltam, hogy egyszerűen nem. Tehát B opciót sem tudok. És hál' Istennek ez beigazolódott, és hál' Istennek Emőke is bebizonyította, hogy nem véletlen gondoltunk rá elsőként. Értem a külső tényezőket, hogy azért ugye producérő oldalról, filmintézet oldalról is lehet beleszólás, marketing megfontolások, bármi, de hogy
talán ez a szerencsésebb, amikor már, ha van egy sztori, ami még csak a fejedben létezik, később papíron, akkor már egy arcot tudsz kapcsolni hozzá, itt így könnyebb gondolkozni, nem? Én azt gondolom, hogy könnyebb, de mivel én a sok írós rendszerben hiszek, én sokakkal ellentétben én hiszek abban, amit az amerikai sorozatokban csinálnak, hogy van egy írószoba, és egyébként most már magyar sorozatok is így íródnak. Sokan azt gondolják, hogy játékfilmet nem érdemes így írni. Ezt akartam mondani, hogy ezt mert összevésznek. Tehát igazából a legtöbb magyar filmes, de akár külföldi filmes is azt gondolja, hogy a játékfilm az egy elme, max. Két elme, egy átdolgozás, egy jó dramaturg. Én nagyon hiszek abban, hogy a vélemények különböztetés ez egy jó dolgot szül, és a különböző humorregiszterek. Én ebben látom a titkát egy jó közönségfilmnek, hogyha van 3 vagy 4 tehetséges, jó humorú forgatókönyvíró, van egy-két kreatív alkotótárs, mert a 3 író mellett még volt egy nagyon csodálatos dramaturgunk Angyalosi Eszter személyében, a két producerünk is dramaturgi szerepet töltött be. ezt szabad jobb megjegyezni, hogy aki ismeri a Gábort meg a Balást, hát ez fantasztikus humoruk van, és igen, ha jól tudom, tehát tőlük is érkezett egy-egy ilyen... Abszolút, tehát nagyon sok fontos alkotóelemet ők találtak ki. Hát például Balázs hozta be elmeséltem egy történetet, ahol egy azt, amit én Szentesten néztem végig, egy Szabadsághídról egy hölgyet lehozott egy tűzoltó, de úgy hozta le, hogy egy órán keresztül egy ilyen pokróccal ölelte. És egy ilyen gyönyörű jelenet volt, és ezt így elmeséltem, és így alakultak a dolgok, és így a Balázs, meg a Horváth András Dezső így valahogy így beszélgettek, és egyszer csak a Balázs bedobta a tériszony dolgot, és akkor megvolt egy nagyon fontos eleme a filmünknek. Aztán a Gábor hozta például azt, hogy a Karácsonyi Vásárban, az előadásban ne spoilerezz, hogy legyenek mindenféle díszletes ötletei voltak az előadáshoz, ami aztán a látványtervezők tudtak belőle dolgozni, tehát nagyon tevékenyen részt vettek a producerek. Angyalosi Eszter is nagyon sokat segített, a Maruszki Balázs, aki a filmalap, akkor még filmalap, most már filmintézet oldaláról volt a filmünk fejlesztője. Nagyon sokat segített kreatív konzulterként a Dubinyák Réka, aki rengeteg jelenetet velem együtt így összemondtunk, és néztük, hogy hol vannak akadások, hol nincsenek akadások, és akkor a 3 fő forgatókönyvíró pedig nagyon sok inputot kapott, ami ugye negatív elsőre, hogy jaj, miért szól bele ennyi mindenki, de utólag azt gondolom, hogy minden egyes kommentnek volt jelentősége, és akkor a Hegedűs Bálint volt a filmintézetnél a forgatókönyv fejlesztő, és mindig így csodálkozott, hogy mennyien vagytok. Aztán még a végén ő hozta be a Jakab Gyulit is, és a Nagy Végergőt is, akik szintén hozzájárultak és segítettek, de én át is olvastattam például a Tasnád Istvánnál. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a sok vélemény az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kaotikus. Hát ez az, el de is sok, vinni. De igen, de hogyha ezeket mindegyikből meg tudod hallani azt, ami ennek a történetnek jót tesz, akkor össze tud állni egy jó történet. Szerencsésebb egy sketchfilm esetében, mert a Soha Véget Nem Érésnél sok író volt, és ott ugye ez meg volt indokolva, hogy miért van ennyi író, mindenki kapott egy epizódot. De én azt gondoltam, hogy itt is érdemes lesz, aztán majd a nézők meg a kritika eldönti, hogy jól döntöttem-e. Nem tudom, hogy a következő filmennél is ennyire sok íróval szeretnék dolgozni, mert azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz, tehát nagyon-nagyon sok konfliktussal jár, de elégedett vagy, illetve most azt mondom, hogy örülök, hogy így döntöttem ennél a filmnél, hogy ennyi ember részt vett benne. Ráadásul ugye a film alapból Nemzeti Filmintézet lett, és ott is lett egy új forgatókönyvfejlesztési csapat, és igazából ők szavazták meg a filmet, tehát természetesen nekik is volt egy csomó ötletük, Fonyódi Tibor, illetve bárki, aki olvasta a könyvet, ők is nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy most, ami a mozikba kerül mindjárt, az egy szerintem ilyen szerethető dolog lett. Ez tök jó, ez nagyon jó hír egyébként, hogy ennyire tudsz egyrészt demokratikus lenni, másrészt meg tudsz is szelektálni. Tehát olyan tekintetben demokratikus, hogy sok mindenkinek meghallgatod a véleményét, mert azért valljuk be, azért a rendezők többsége nem így működik szerintem. Nem akarok általánosítani, de nem így működik, hanem vagyok én, az Atya Úristen, van egy ötletem, max
egy dramaturg tanácsát meghallgatom, és de biztos azt csinálom, amit csinálok, mert én biztos vagyok benne, hogy az jó lesz. És akkor itt van ez a... Szerintem ez az a művészeti ág, ami nem az egyénről szól. Ez olyan szinten csapatmunka, amit szerintem sokan fel se tudnak fogni. Hogy mennyi múlik azon, hogy milyen kellékest kapsz. Mennyi múlik azon, hogy milyen hangmérnök van ott veled. Hogy ki a zeneszerződ. Hogy ki az operatőröd. Tehát ez nem rólad szól. Ez egyszerűen olyan szinten... Én nagyon-nagyon tévesnek gondolom azt, amikor egy rendező így, mint egy bányaló a saját, már pedig ez így lesz, ez 150 ember munkája. És szerintem a forgatókönyv is jobb, ahogy egy forgatáson kiderül az, hogy minimum 20 ember komoly szellemi terméke, és még 80 ember komoly fizikai munkája kell ahhoz, hogy egy film létrejöjjön, hogy a forgatókönyvnél is jó, hogyha ez a csapategység, vagy ez a csapatmunka, ez az együtt gondolkodás, ez megtörténik. Nagyon nehéz spoilermentesen beszélni a filmről. Én nagyon örülök, hogy most le tudunk még ülni bemutató előtt, mert hogy remélem eljut majd még pár emberhez a filmnek a híre, és elmennek magyar filmet nézni. Egy valamit szeretnék megosztani veled, mert képzeld el, mert majd, ha kikapcsoltuk a felvételt, úgyis elmondom a véleményem, mert azt még te nem tudod, hogy mit gondolok a filmről, de egy valamit most szeretnék megosztani veled, hogy ment a stáblista, és láttam, hogy milyen sok zene van a filmben, és így elkezdtem összeszámolni, és így beugrott, hogy basszus, én nem is emlékszem ennyire zenére, ami, miért jó, soha nem vitte el a fókuszt az, hogy van alatta zene. Szóval ez egy nagy érdem szerintem, amikor nem azért van alá zenélve egy film, hogy történjen már valami, meg egy kicsit lökjük tovább az egészet, hanem amikor így azt veszed észre, hogy jaj, ez is szólt, nem is emlékszem rá. Ebben azért a karácsonyi film műfajának is nagy előnye van ebben. Vagy igen? Hát, maga, egyszerűen az, hogy karácsonyi film, a karácsony maga, az egy olyan dolog, hogy megszoktad, hogy van alatt a zene. Ez lehet mondjuk. Elmész egy karácsonyi vásárba, és szól a zene. Otthon karácsonykor díszíted a fát, és szól a zene. Tehát a zene organikusan, gyakorlatilag jelen van minden egyes karácsony körülvevő. Elmész ajándékot venni, és szól a zene. Ez mindig ott van. És pont emiatt volt nagyon nehéz dolgunk egyébként. Egyrészt emiatt, hogy ez mindig jelen van, másrészt amiatt, hogy ne legyünk túl gicsesek. És hál' Istennek sikerült megnyerni az én kedvenc filmzeneszerzőmet, Balázs Ádámot, aki nem csak a score zeneszerzésben fantasztikus, tehát magában a effektíve filmet leíró filmzenében, a diegetikus filmben jelenlévő filmzenében csodálatos, hanem a felhasznált zenék kiválasztásában, feldolgozásában, azok elhelyezésében is egy nagyon jó harcostársam volt ebben az elmúlt egy évben, és írt is dalt a filmhez, amit be is forgattunk. Tehát már eleve a forgatáson be tudtunk forgatni zenéket, és ebben egyébként a producerek is nagyon sokat segítettek, hogy meg tudták szerezni előre, hogy nem feleslegesen forgatjuk le ezt a dalt, mert már megvannak a jogai. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komplex dolog volt, hogy pont a zenés-filmes mánia miatt legyünk nagyon zenések, de az ne uralkodjon a történeten, vagy ne arról szóljon, hogy ne a zenére figyeljünk, hanem a történetre figyeljünk, ugyanakkor meg mégis, hogyha belegondolunk, hogy milyen zene volt alatta, az adjon valami pluszt, és emelje a hangulatot, meg... Egyszerűen azt érzem, hogy annak mindig van jogosultsága egy jó zenének, és lehet, hogy egy picit zavaró, akkor fogjuk, és például Major Csaba hangmérnökünk folyamatosan játszottunk azzal, hogy hú, itt már egy picit sok, akkor mit csinálunk? Fogjuk, és berakjuk ugyanezt a zenét egy vásári hangszoróba. Egy olyan effektet teszünk rá, hogy ez a karácsonyi vásárban egy hangszoróból szól, mert az még ismerősebb az embereknek, nem veszed észre. De ott van. És segíti a jelenetet. Most, hogy erről beszélünk, az ugrott be, amiben bele se gondoltam, hogy azért elég szerencsés vagy abból a szempontból, hogy a producerek is elképesztő zeneimádók. Igen. Tehát itt az egész brigád nagy zeneimádó. Igen, és nagyon könnyen lehet sok egyébként. Tehát ha csak így végigolvassuk, hogy ebben a filmben van Bagosi, van Blaha, van Well Hello,
van Margaret Island, de lábas vikja Margaret Islandből, van LGT, van Tolcsvai. Szóval, és ugye mellette a Balázs Ádám szerzemények, szóval, hogy ez nagyon könnyen lehet sok. Na, ez lehetne gicses, mondjuk, igen. Igen, és ezt összhangba hozni, hogy működjön, ez volt talán a legnagyobb feladat, illetve ami még egy nagy fejtörés volt, hogy ami az angol száz kultúra miatt egyszerűen belénk ágyazódott, ha emlékszel Karácsonyi Vásárba, akkor csak amerikai dalok szólnak. Mariah Carey ilyen nappal. Csak amerikai dalok szólnak. Nagyon szép magyar karácsonyi dalaink is vannak, és hogy ezt úgy mutassuk meg, hogy a magunkra ismerés miatt muszáj volt használjunk egy angol száz dalt, de azt is egy feldolgozásban találtuk meg. A filmünk vágója Mészáros Attila rátalált a Winter Wonderland című dalnak egy Goldfrapp általi feldolgozására. És a Goldfrapp zenekar teljesen más miatt ismert, egy nagyon jó kis zenekar, és csináltak egy darab karácsonyi dalt, ami annyira megtetszett nekünk, hogy ezt a dalt a producerek megszerezték, ez benne is van a egyik legfontosabb jelenetben a filmben, és ennek a dalnak az elemeit a Balázs Ádám a score-ba is beépítette, hogy a tudatalatti, ahogy dolgozik, hogy ismerős legyen, kellett egy angol száz dal is, de egyébként ezt leszámítva a filmben végig magyar karácsonyi dalok csendülnek fel, vagy annak feldolgozásai, vagy olyan magyar dalok, amik nem feltétlen karácsonyiak. De ezt a hangulatot erősítik. De ezt a hangulatot. Például egy nagyon jó, nekem nagyon nagy kedvencem a LGT, ha eljönnek az angyalok, képzeld el, című dala, ami nem egy karácsonyi dal. Ezt akartam megköszönni neked, hogy én azt hittem, hogy azért jó pár LGT számot ismerek, és így elkezdenek énekelni, és mondom, Karácsony János énekem. Ez egy LGT dal lesz. Somló énekel. Pici bácsi, én mondom, ez egy elgőtő dal, amit én soha életemben nem hallottam. És hát egyszerre örültem neki, hogy mondom, úristen, de szép ez a dal, meg ott egy kicsit szégyeltem magam, hogy akkor... Pedig ez egy nagyon sokat játszott dal, ami teljesen soha. Más helyzetekben. Egyébként ez nagyon veszélyes ennek a dalnak a megítélése, mert az eljönnek az angyalok, az inkább a gyász dal. Temetéseken szokták játszani, vagy búcsúzás, vagy ilyen in memoriam videók alatt szokták ezt a dalt használni, viszont én borzasztóan szeretem ezt a dalt. Valahogy nekem ez egy ilyen nagyon nagy kedvencem évek óta, és az angyalok szó miatt én most úgy döntöttem, hogy ez karácsonyi dal lesz, és ne legyen rajta ez a címke, hogy akkor ez olyan, mint a Demiennek a szájszája, hogy csak a gyász jut róla eszünkbe, hanem legyen egy másik olvasata, és ez egy karácsonyi dal is lehetne akár. Egy kicsit a technikai részletekre akarok rákérdezni, nem is több eszem van egy technikai részletre, hogy ugye mondtad, hogy 16, soha véget nem érős, akkor utána rögtön felhívtad a Balázst az új ötlettel, és akkor karácsonyi film, már a forgatókönyv fejlesztés is kvázi tartott 3 évig mondjuk. Igen. És utána volt a forgatás, és hogy ugye mire eljutunk a forgatásig, az egy tetemes idő, de amikor le van forgatva az anyag, van ennyid, de a mozi standard az ennyi. Erről mesélj már nekem kérlek, hogy most a végleges film hány perc lett, és egyébként honnan indultatok lefelé, honnan kezdtetek faragni, és hogy ez járt-e bármiféle szívfájdalommal, vagy esetleg könnyebbséggel, volt-e valami, amit mondjuk logikailag ugye ilyenkor át kell hidalni néha, ilyenekre gondolok. Ha van olyan, amit ebből megoszthatsz, azt én nagyon szívesen meghallgatnám, meg szerintem a nézőhallgatók is. Nem lesznek ilyen nagyon meglepő számaim, mert egyébként amiket én hallok rendező, kiváló rendező kollégáktól, hogy hát 100 percesnek kell lennünk, de 3,5 órás az első nyersvágat, ilyeneket hallok folyamatosan. Én nem tudom megmondani az okát, hogy ez mitől van, de valószínűleg a soha véget nem érősnek köszönhető az, hogy a Mészáros Attila vágó, akivel folyamatosan együtt dolgozom, és ő egy olyan filmvágó, aki sajnos még más rendezővel nem
készített ilyen típusú játékfilmet, egy kiváló vágó egyébként, nagyon sok egész esés dokumentumfilmet vágott már, tehát azért dolgozott már más rendezőkkel, de játékfilmben még csak velem, és mi kialakítottunk egy kényszer szülte metódust, a sor véget nem érősnek el kellett készülnie fél év alatt. Ráadásul, bocsánat, és tényleg jegyezzük meg, hogy független filmként idézőjelesen ugye saját pénzből. Igen, tehát sem pénz, sem idő nem volt. Így kellett az első játékfilmünket elkészíteni, és ez annyira összerántja az embert, olyan adrenalin, olyan jelenlétet kíván, nyilván belehaltunk, tehát teljesen tönkrementünk az alatt az időszak alatt egészségileg, de azt a filmet 35 nap alatt vágtuk. Egy olyan tempó született akkor meg, egy olyan vágási metódus, ami egyébként az egész, tehát úgy 35 nap alatt, hogy végig a forgatás alatt már elővágott az Attila, és kim volt a forgatáson, amit egyébként csak reklámokban szoktak helyszíni vágót alkalmazni, hogy azt a filmet gyakorlatilag a forgatásokon kívül 35 nap alatt készre vágtuk, ami hát nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy rekord, de én azt egy nagyon rekord dolognak gondolom, amikor általában egy filmet 6, 7, 8, 9, 10 hónapig vágnak. Fél év a minimum, igen, általában. És azt tudtuk, hogy nem szeretnénk még egyszer egy ilyenbe belemenni, de hát jött a Covid. A drága jó kis Covid megérkezett, és a forgatásunk elkezdett csúszni. Mert lezárások voltak, nem forgathattunk. Sajnos volt stábtag is, akit elvesztettünk, a filmünk berendezője, Nagy Gábor, aki magát a karácsonyi vásárunkat egyébként megalkotta, sajnos őt elvesztettük. Hál' Istennek nem a forgatáson kapta el, tehát hogy ezt a gyászt nagyon nehéz volt feldolgozni, de az vigasztalt minket, hogy valószínűleg nem a forgatáson kapta el, úgyhogy tudtunk utána, leállás után újra forgatni. De szóval ezek a megtépázott napok, illetve a húzódások miatt karácsonyi téli film, és június 19-én fejeztük be a forgatást. Viszont ahhoz, hogy idén karácsonykor mozikba kerüljön, ahhoz kész kell lennünk a vágása augusztusban. Nem 35 nap, de 3 hónap. És akkor 3 hónap alatt, sőt, nem is teljes 3 hónap, hanem 2 hónap és 2 hét állt rendelkezésre a vágásra, úgyhogy utána még időt kell hagyni arra, hogy pontosan azért, mert csúsztunk, és sok mindent nyáron vettük föl, azt téliesítsük, tehát egy csomó ilyen vizuál effektusos történet volt még hátra, úgyhogy nem is augusztus végén kell kész legyünk, hanem augusztus elején kell kész legyünk a vágással, a picture lock addig meg kell, hogy történjen, úgyhogy megint belekerültünk egy hajszába. Viszont hál' Istennek ezt márciusban, amikor éppen lezárás volt, és nem tudtunk forgatni, ezt felismertük időben, és ráálltunk megint arra a rendszerre, hogy akkor a forgatással párhuzamosan történik a vágás, és a Mészáros Attila előre dolgozott, a ilyen kreatív partnerként a Dubinyák Réka ott ült mellette, és gyakorlatilag nekem forgatások végén megmutatták, hogy egyébként most hogy állunk, akkor azt átbeszéltük, kicsit instruáltam a dolgot, és mentünk újra forgatni, tehát párhuzamosan gyakorlatilag, mire befejeztük a forgatást, június 19-én, addigra elő volt vágva a film. Mivel elő volt vágva a film, ezért már nem tudott annyira hosszú lenni. Hosszabb volt természetesen, tehát olyan 25-30 perccel hosszabb volt, mint amit szerettünk volna, de 25-30 percet ki lehet vágni egy filmből. Úgy, hogy azt észre sem vesszük, hogy az ki van vágva. Egyszerűen csak sűrítéssel, jobb dinamikákkal ezt meg lehet oldani. Tehát nagyobb véráldozatok nélkül egyébként meg lehetett csinálni a filmet. Egy jelenet van, ami nagyon fáj nekem. Van egy csodálatos Ötvös András, Hernádi Judit kettős, amiért rajongok ezért a jelenetért. Sajnos azt ki kellett vágjuk, mert pont olyan ponton volt, amikor egy picit majd lassította a történetet, de remélem, hogy majd valamilyen, ha sikeres lesz a film, akkor valamilyen platformon ezt megoszthatjuk a nézőkkel, ez nagyon vicces jelenet lett, de hát ennél sokkal jobb áldozatok szoktak lenni, hogy ki kell vágni egy órát, tehát hogy ilyen helyzetben nem voltunk, és végül 104 perc a játékidőnk, de van egy kis meglepetés még a vége főcím alatt, egy-két ilyen kis plusz karácsonyi geg, úgyhogy emiatt végefőcímmel együtt 109 percesek lettünk.
így elröppent nekem, legalábbis, de tényleg majd menjetek, nézzétek meg, és majd nektek is legyen meg a saját véleményetek róla. Nagyon jó karácsonyi ajándék egyébként. Igen. Tessék el. Akinek nincs ötlete. Tessék el. Nem kell, nagyon jó színházjegyet is lehet venni, mindig elmondom, mert nagyon nagy színház fanatikus vagyok jó magam is, hogy ha valakinek nincs ötlete, színházjegy, és nagy karácsonyi mozi, egy nagy, remek ajándék. Nagyon marketinges volt ez most. Arra, ne, ez tök jó, meg közben képzeld el, hogy eszembe jutott a kérdés, mert ugye mi mindig on the run, ami eszembe jut, arról szoktam beszélgetni, megkérdezni, és egy másodpercre blackouton volt, és elfelejtettem, de amíg ezt elmondtad, már tudom is, hogy arra akartam rákérdezni, ugye valószínűleg megnézi már sok kolléga a beszélgetést, vagy hallgatja, akiknek ez nem új info, viszont azért az Unlimited-et szerencsére hallgatja egy olyan felnőtt közösség, akik nem filmesek, és ők nem tudják azt, mondjuk egy forgatási nap 12 óra hossza, az azt jelenti, hogy 12 órát dolgozik az ember, mondjuk előtte egy órával fölkelsz, utána még egy óra, és akkor lefekszel, tehát mondjuk dolgozol 14 órát egy nap, de azt te hogy csináltad, hogy te a 12 órás forgatási nap után még elővágatokat néztél, így hogy nézett ki egy napod, mert ez nekem azért nagyon durvának tűnik. Plusz 10 kiló és reflux. Ez lett az eredménye, sajnos egészségileg eléggé megtépázott. De ez ilyen 4-5 óra alvásokra, 5-6 igen, óra alvásokra igen, gondoljak egy hónapon igen. kereszt? Vagy hát ami mentek a forgatási igen, napok? Nagyon-nagyon sok fizikai jelenlétet kívánt, viszont az csodákra képes. Tehát, hogyha az ember egy ilyen szerencsés helyzetben van, hogy második nagyjátékfilmje ilyen támogatást kap, ilyen stábot, ilyen színészeket kap, akkor nem teheti meg, hogy ne halljon bele. Én nagyon hiszek abban, hogy nyilván sokan mondják ezt, hogy jaj, hát ez ez sok stresszel jár ez a munka, és stb. Én azt gondolom, hogy ha az ember megkapja a lehetőséget, akkor mindent fel kell áldozni, és meg kell tenni azért, hogy az alkotás, az tényleg olyan legyen. És azt gondolom, hogy ez a munka, meg az a szeretet, amit beletettünk, azt érzi a néző, az ott van a vásznal, én nagyon hiszek ebben. Említsük még meg, légy szíves, a filmnek az operatőrét, Pataki Ádámot. Nagyon, köszönöm, hogy megemlíted. Mert hogy amikor mi megismerkedtünk személyesen, akkor én már igazából ugye téged úgy ismertelek meg, hogy kvázi csomagba jöttél, mert hogy az Attila is, ugye a film vágója, meg az Ádám is, hát állandó munkatársai már hány éve? Húha, 2007 óta vagyunk így együtt, 2008-ban lettünk cég, de már így 2003 környéken is csináltunk 18 évesen kis játékfilmet, de talán 2007 óta datálható, és hát ugye, amit elmondtam a forgatókönyvírásnál, én ebben az egész szakmában azt gondolom, hogy a csapat az jobb, mint az egység, és én ezt már annak idején is elterveztem, hogy ha én filmes leszek, akkor nem egyedül szeretnék filmes lenni, és a barátaim közül azokat az embereket, akik vagy a szakmából csapódtak hozzám, vagy pedig a baráti körömből látták, hogy milyen jó dolog ez a filmezés, összeverbuválottunk, még a Nyírő Laci gyártásvezetőit, a Takács Attila fotós egészítette ki a csapatot, és hát az igazi alkotói páros, úgymond a Pataki Ádámmal jött létre, aki egy elképesztő munkával és munkabírással tanulta meg ezt a szakmát, de olyan szintre, hogy sokszor azt mondtam neki, hogy már túlnőttél rajtam, már külföldi reklámokba hívják, már sok más rendezővel is dolgozik, szóval egy hihetetlen utat járt be, és minden tiszteletem azoké az operatőröké, akikkel amúgy én nem mint rendező, hanem valamilyen stábtagként dolgoztam. Csodálatos magyar operatőrök vannak, tehát szerintem operatőrökben nagyon elő vagyunk, de mindig is elő voltunk egyébként. Tehát azért a 70-es, 80-as években is nagyon erősek voltunk magyar operatőrökben, de ez ma sincs másképp. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy nem nagyon láttam még így világítani operatőrt, mint Ádám, úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy a mi kis alkotócsapatunkból ilyen szintig eljutott valaki. Hát csak ugye most arra gondoltam, hogy én azt gondolom,
hogy ti nemhogy félszavakból, hanem egy kacsintásból megértitek egymást, csináltatok kis játékfilmet, csináltatok már egy nagy játékfilmet, dokumentumfilmeket, reklámokat, mindent. Hihetetlen, szinte mindent. Hihetetlen nagy előny az, hogy ez van. Sokszor nagyon elnézést is kell kérjek az Ádámtól, mert mivel én biztos vagyok benne, hogy az rendben van, sokkal többet beszélgetek a színésszel, és úgy néha beszélgetnem kéne vele is, hogy amúgy Ádám, nagyon jó volt ez a kép, és nagyon sokszor egyszerűen annyira benne van a fejemben, hogy úgy se kell vele beszélni, mert tud mindent, mert tényleg félszavakból értjük egymást, hogy nagyon sok dicsérettel tartozom én neki, amit így a forgatáson meg kellett volna tegyek, de hát reméljük, hogy majdnem az nézők látni fogják, hogy azért nem akárhogy néz ki ez a film, és elképesztően játékfilmes képi világunk lett. Én nagyon büszke vagyok rá arra, hogy annak ellenére, hogy nem volt igazi tél, és nem volt hóesés, a karácsonyi fényekkel olyan karácsonyi hangulatot tudott varázsolni, nyilván a látványtervezőkkel, meg a fővilágosítóval együtt, hogy én nagyon-nagyon szeretek ránézni a film bármely kockájára. Nekem az egyik élményt a Gábor elrontotta a vetítésen. Nézem, tudod, először látom a filmet, tudod, belehelyezkedek a hangulatba, és ez csak ilyen magát. Ez június! És én nem vettem észre, és onnantól viszont annyira mérges volt valamit. Még 10 másodpercig tartott a jelen, mondom, nem tudom már máshogy nézni. De hogy nem tűnt föl, pont ez a lényeg. Nagyon sok munkát tettünk ebbe bele. Sok trükk is van a filmben, például a vásárban. Tehát igazából, amikor a vásárt forgattuk, nagyon hideg volt. Volt mínusz 20 fokos hidegünk is, és a gyerekekkel, akik iszonyatosan fáztak, igen. Azért ez egy nagyon kemény dolog volt, és ugye ebben a nagyon hidegben, amikor elindult a nap, akkor a vásárban lévő pavilonok tetején még ott volt vagy dér, vagy valami hómaradék, amitől télies karácsonyi hangulatunk volt, nagyon örültünk neki, viszont ez egész január full napsütés. Annak ellenére hideg van, egész nap sütött a nap, és ahogy odaért a nap, ezek elolvadtak. És hát egy játékfilmben ugye egy jelenetet, vagy két jelenetet, vagy három jelenetet nem egy óra alatt veszel fel, hanem több óra alatt veszel föl, és az milyen már, hogy az egyik snitten nincs hó, következő van hó. Ezért a VFX-es szakemberek Juhász Csaba és Berger Dániel gyakorlatilag két hónapon keresztül havakat rajzoltak az épületek tetejére, hogy stimmeljünk, és egyrészt kapcsolódjon, tehát, hogy minden snitten ugyanúgy nézzen ki a vásár, másrészt, hogy meglegyen az a téli hangulat, amit szerettünk volna elérni. Mondom, tehát, hogy azért nem is mondtam, hogy melyik jelenetnél szólt a Gábor, mert nem lehet észrevenni. Csak egy kicsit haragszom rá. Na, 2002. Oda még ugorjunk vissza, mert hogy nagyon sokat beszélgettünk az első két nagy játékfilmedről, de a rólad még nem. Tehát oké, a kis Tiszeker Dani nézi otthon a karácsonyi filmeket, díszíti a fát, hallgatja a zenét, és eldönti, hogy egyrészt ő szeretne filmrendező lenni, vagy filmmel valamilyen szinten foglalkozni, meg csinálna is akár egy karácsonyi filmet. Ez hogy nézett ki neked? Hol indult a pályád? És hogy mondtad, hogy a Gáborral is, aki a filmnek ugye a Lévai Balázs mellett a másik producere, vele valami filmes előkészítőn voltatok. Hát nagyon speciálisan indult az én pályám, mert pontosan tudtam azt, hál' Istennek, nagyon fiatalon, hogy engem ez rendkívüli módon érdekel. Én egy picit színházban nőttem fel, nagyon-nagyon-nagyon sokat jártam színházban, és mellett elkezdtem járni még az általános iskolában, a Földesi Margit dráma stúdiójában. Voltak ilyen gondolataim, hogy színész legyek, de igazából nem voltam valami jó. És egyszer csak ilyen 14-15 éves koromban a Földesi Margit megkért arra, hogy van ilyen ki mit tud gála, és akkor rendezzek egy ilyen kis valamit ott a csapattal. Ő látta, szerinted? Hát nem, hogy láttál, és mondta.
És megrendeztem, és a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy Dani, takarodjál át a túloldalra, jó? Tessék oda leülni és rendezni. Nem azért, mert rossz színész vagy, mert jó sem vagy, de tessék ezzel foglalkozni, és akkor így, hú, wow, jó. És akkor ez egy ilyen jó gondolat volt, 14 éves fejjel, de hogy lehetne ezt csinálni, és akkor mit kellene ehhez tenni. És akkor nagyon tudatosan én azt a döntést hoztam, hogy nyilvánvalóan tanulmányi szinten is, de én nagyon hiszek a gyakorlati tanulásban, hogy akkor elkezdek filmekben dolgozni, ahogy csak lehet. És olyan fiatal ez még nem volt olyan egyszerű, úgyhogy besétáltunk például az akkori MTV-be, és kibéreltem egy VHS kamerát, híradós VHS kamerát, és akkor azzal kis játékfilmet készítettünk, tehát így picit autodidakta módon kezdtük, így a saját baráti körben. Majd jelentkeztem természetesen a Színház és Filmészeti Egyetemre is, illetve az ELTE-n volt, akkor indult ez a filmemélet és filmtörténet szak, és rögtön felvettek az ELTE filmemélet és filmtörténet szakra. Az SFN voltak különböző utolsó körös csodálatos próbálkozásaim, és nagyon nagy mázlim volt, hogy miért nem jelentkeztem többször az SFN filmrendező szakra. Az volt a mázlim, hogy az ELTE-n Szabó Gábor operatőr kezdett okay. el gyakorlati órákat tartani, aki nem úgy tekintette erre, hogy akkor ez most ELTE, akkor ezt máshogy kell csinálni. Gyakorlatilag ugyanazt a hozzáállást hozta a gyakorlati órákon, mint hogyha az SFR-re járnánk, és nem csak operatőrködést, nem rendezést is tanított. Reisz Gábor is egyébként ebbe az osztályba járt, őt utána az Enyedi Ildik osztályba fölvették, de mi maradtunk az ELTE-n, és ami miatt nagyon boldog vagyok, hogy így alakult, hogy én az SFM mellett nem tudtam volna filmekben dolgozni. Viszont az ELTE mellett tudtam filmekben dolgozni, és én a szakmát úgy tanultam meg, hogy először rendezőasszisztens lettem, Bíró Judit nagy segítségével, Bíró Judit mellé szegődtem másodasszisztensnek 2005-ben a Mansfeld című filmben, és onnan vitt tovább nagyon sok munkába, és ami a legnagyobb ilyen szakmai tanulmányom volt, az a Média Hungária című film volt, amiben nem csak hogy rendezőasszisztens voltam a Judit mellett, hanem a Fonyó Gergő bizalmat szavazott nekem, megtudta valahonnan, hogy én a zenés színházhoz értek, és ez egy zenés film, úgyhogy akkor tessék, oszd ki a szerepeket. És nagyon, majdnem a legtöbb karakterben azt választotta ki, akit én javasoltam. Úgyhogy az nekem egy nagyon nagy tanulóiskola volt, de rá kellett jönnem arra, hogy bennem fogok ragadni ebbe a rendezőasszisztenskedésbe. Tehát vagy a castingba ragadok bele, vagy a rendezőasszisztenskedésbe. Bocsánat, saját privát dolgunk miatt nevetek, igen. És nagyon, nagyon sok felkérésem jött a Média Hungária után castingra. Nagyon sok játékfilmbe, reklámba hívtak castingosnak, ami tök jó dolog volt, mert nagyon fiatalon, úgymond megvolt a megélhetésünk, így a kis alkotóközösségünknek volt nem sok, de pont annyi, hogy így el legyünk. De hát valamit ki kell találni, hogy akkor mi legyen, és arra jöttünk rá, hogy csinálunk egy céget, ami verkfilmeket készít. Méghozzá azért, mert fizetnek azért pénzt, hogy ott állhassak egy méterre csodálatos filmrendezőktől, és halljam azt, hogy kell instruálni. Innentől kezdve 7 éven keresztül verkfilmeket készítettünk, és Jancsótól kezdve Enyedi Ildikon át Gigor Attilát, vagy bárkit végig lehetett hallgatni, hogy akkor ez hogy is kell instruálni. Már megválaszoltad azt a kérdésemet, hogy mi az, amit nem tanít meg mondjuk az ELTE filmszak, vagy akár egy című, mi az, amit látsz. Hát ez sehol nem kapod meg. Csak a forgatáson lehet megtanulni. Ezt a szakmát szerintem csak a forgatáson lehet megtanulni. Nem lehet máshol megtanulni. És egyszerűen annyi behatásért, annyi csodálatos behatásért, hogy eltelt 11 év, és akkor úgy voltam vele, hogy most már lehetne filmet készíteni, és pont akkor jött egy felkérés. Addig jó. Persze csináltunk egész estés dokumentumfilmet, meg kis ET filmeket, tehát voltak azért
próbálkozások, de valahogy ennyi idő kellett ahhoz, hogy na én azt merhessek önbizalommal kiállni. Castingban nagy önbizalmam volt, az az egy, amiben volt önbizalmam, de az összes többiben nagyon kis önbizalmam volt, hogy úristen, tök, én hogy fogok, így hallgatom, hogy rendezők instruálják a Törőcsik Marit, meg a Molnár Piroskát, és így ülök, és így nézek, és meg közben színházakban is elkezdtünk verkezni, tehát én színházrendezőket is akartam hallani, hogy színházrendező hogy instruál, és ugye ez egy sokkal mélyebb, sokkal másabb típusú instruálás, és így hallgattam Mohácsi János, hogy instruál egy nagy színész, és hát nekem ez hogy fog menni, úristen, és ezt meg kellett tanulni, hogy igenis ebbe is muszáj, hogy önbizalmad legyen, mert ha te nem tudod azt egy forgatásra, hogy mit akarsz, akkor szétesik az egész, és a rendezőasszisztenskedés abban segített, hogy a stábbal megtanuljak kommunikálni, hogy a 100 emberből a 99. valaki által 99. legfontosabb ember, de szerintem ugyanolyan fontos emberrel is tudjak kommunikálni, és el tudjam mondani egy SFX technikusnak, hogy mit szeretnék a képre. Ez az egyik legfontosabb, és a másik legfontosabb pedig a színész instruálás, és erre én nagyon tudatosan készültem, hogy ne lehessen ebbe belekötni, ne ezen múljon a forgatás, és lássák azt, hogy pontosan tudom, mit szeretnék ettől a jelenettől, és hogy hogyan szeretném azt, hogy ez az egész csapatmunka legyen, és együtt, mindenki együtt alkosson valamit. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz most, mert volt szerencsém egy-két reklámmal, hát hogy mondjam, rendezői tapasztalatot szerezni, és hogy minden egyes alkalommal, nem az önfényezés, hanem minden egyes alkalommal elmondta a stábban a végén, hogy milyen jó hangulatba telt a forgatás, és hogy én milyen szépen beszélek mindenkivel. És hogy ugye én nem vagyok ez rendező, a bocsánat, és hogy úgy voltam vele, hogy de basszus, hát de itt mindenki egy célért dolgozik, és itt nem az van, hogy egymást simogatni kell, hanem hogy pontosan tudom, hogy annak a csavarnak be kell kerülnie, annak a sminknek hogy kell kinéznie, az a lámpa kell, hogy világítson, és mindenkit szépen kell megkérni arra, amit szeretnél, illetve én például nem vagyok akkora arccal mondjuk egy forgatás, hogy nem merjek tanácsot kérni. Tehát nekem is van egy nagyon kedves, lett egy kedves operatőr címvonám, akivel kettő reklámot is csináltunk egymás után, és igazából én vele látom az összes többi reklámomat is, mert annyira jól tudunk együtt dolgozni, hogy mondjuk egymásnak az ötleteket. Meg egy másik példa, tudod, amikor ruha kérdés van. Milyen legyen? És mindig mondom, hogy hát ez a sztori, te vagy a szakértője, mutass néhány ötletet, én azok közül rá fogok bökni valamire. Nem fogom megmondani, hogy mi fog jól állni egy nőnek, mert nem értek hozzá. De ha látom, hogy ez az elképzelés, azt rögtön meg tudom mondani, hogy az jó lesz. Jaj, de jó, hát ő szeret így dolgozni, hogy akkor ő majd kigondolja, és ezek a jó élmények szerintem. Casting. Mond? A casting. A casting az egy kétértelmű dolog. Sokan azt gondolják, hogy a casting az csak a színész. Nem. Színészeket castingolsz, és stábtagokat castingolsz. És azokat a stábtagokat tudod odahívni, akik a te ízlésedet a legjobban, vagy azt a filmet a legjobban képviselik, akkor nagyon-nagyon sok minden helyére kerül. És onnantól kezdve meg nyilván egy idő után megtanulod azt is, hogy a sminkes milyen highlightert használjon, meg a mindenféle szakszavakat, hogy most például ez a bolero. Én azt hittem, hogy bolero az egy tánc, meg egy dal, hát az egy ruhadarab is. Tehát ez annyi mindent megtanulsz. De van ilyen, az a, tudod, ilyen műanyag kis üveges, lecsavarod, belöntöd a pohárba, rázod a vizet, az a nagyon rossz ízű. Az is bolero. Igen. Szóval, hogy rendezőként olyan területeken tanulsz meg kifejezéseket, szavakat, dolgokat, ami csodálatos, és ettől csodálatos ez az egész szakma szerintem, hogy hihetetlen, hogy hangos szakszavak, világítós szakszavak, ruhás szakszavak, SFX-ben mi lehet, nem is tudom. Hihetetlen jó élmény az, hogy mennyire sokrétű dolog szippantódik bele egy emberbe egy forgatáson. Szerintem ez csak a történelem kedvéért. Tehát ma 11. hó 10-e van. Mikor lesz a premier? Ha minden jól megy, akkor november 25-től. Lesz a mozikban a film. Oké, és
Tehát igazából van még... Advent első vasárnapja előtti csütörtökön, hogy az egész adventet végigölelje a film. Nekem ez nagyon nagy vágyam volt, hogy ne december 15-én jöjjön ki a film, mert a karácsony megelőzi az advent, és ez egy nagyon fontos dolog a várakozás az ünnepre, és szerintem ez tök jó, hogy ezt kiegészítjük. Tehát van még két hetet kvázi izgulni, két nappal a bemutató után föl fogsz-e hívni már egy producert, vagy valakit? Mi a terved a jövőre? Csak a soha véget nem érős sormintát követed-e? Mert hogy arra azért kérdezem ezt, mert ez egy iszonyat nagy, több éves meló, utána egy elképesztő erőltetett menet, forgatás, leállás és vágás, amit mondtál, tehát hogy az ember ki van zsigerelve, és hiába ilyenkor ugye gondolhatják azt, hogy kész a film, már csak be kell nyomni a rec gombot. Hát vannak ilyen emberek, akik elhívnak beszélgetni, ott kell lenni, a marketinggel, a forgalmazással, mit tudom én, mivel kell még foglalkozzál napi szinten, meg aztán, amikor elindul a film, akkor is fognak hívni, remélhetőleg sok helyre, interjút kérnek, írnak rólad, még a elmész vetítésekre, tehát hogy ezzel még van meló, és hogy ez lenne a kérdésem, hogy mikor pihensz, de hát nem nagyon szoktál, úgyhogy inkább az lenne a helyes kérdésem, most hogy fogok. Most fogsz pihenni, igen, vagy most, van már egy ötlet? Most nem három napra tervezem nem? ezt a telefont, meg ezt a megbeszélést, de hál' Istennek most nem feltétlen kell telefon, mert elég jól kialakult kapcsolatunk lett így ezzel a produceri csapattal, tehát valószínűleg vagy mindkettőkkel, vagy egyikükkel fogunk tovább dolgozni, de a januárt azt én szeretném kivenni, tehát egy hónapot szeretnék megállni, és februártól elindítani következő játékfilmünknek a fejlesztését. Több terv is van, majd meglátjuk, hogy a Nemzeti Filmintézet melyiket preferálja, de mellette nagyon szeretnék újra egy picit reklámozni, mert egyébként én nem egy kötelező pénzkeresésnek tartom a reklámot, én nagyon szeretek reklámfilmeket készíteni, és azt gondolom, hogy ez egy annyira jó edzettséget ad, hogy ha be lehet arra állni, hogy olyan szerencsés az ember, hogy beálljon arra a ritmusra, ami például a Herendi Gábornak sikerült, hogy a játékfilmek között reklámokat rendez, én is ezt a sormintát szeretném követni, nagyon szeretnék ennél gyakrabban játékfilmet csinálni, mert ugye most 4 év telt el, tehát jó lenne mondjuk 2 évente egy komoly játékfilmet csinálni, vagy évente, de nagyon jó lenne erre beállni. Viszont ennél speciálisabb a helyzet, mert azt nem tudod, hogy mi augusztusban forgattunk egy játékfilmet. Most? Most augusztusban. Hát de november van. Befejeztük a vágást. Igen. Nagy karácsonnyal, és egy tévéfilmet forgattunk a Lévai Balázsral együtt társrendezésben. Nincs, tehát nem fér bele a napba az, amit elmondasz. 24 órában nem fér bele. Pont ezért rendeztük ketten. Jött egy csodálatos Tasnád István forgatókönyv, még a pandémia alatt. Az a cím, hogy Nyugati nyaralás, és egy balatoni retro vigyáték, 1984-ben játszódik, és annyira tetszett a történet, hogy úgy voltunk vele, hogy már pedig hatodik, ha szakad, ezt megcsináljuk, és ennek a vágása is elindul majd jövőre, illetve a játékfilmek mellett én abban is hiszek, hogy sokféle műfajban jó, ha az ember ott van, néha-néha, és a Muhy András Pireszel egy következő sportdokumentumfilmet fogunk együtt készíteni, ami, mivel hogy az ő sportdokumentumfilm, ő csinált filmet a Szilágyi Áronról, amiben szintén dolgoztam, csinált filmet a Magyar Válogatottról, amiben szintén dolgoztam egy keveset, talán a Szilágyi Áronosban többet, mivel ő 4-5 évig forgat egy filmet, ezért játékfilmek és reklámfilmek is mellé is be tud férni az, hogy néha-néha dokumentumfilmezni is az ember. Úgyhogy a következő időszakban reklám, ez a sportdokumentumfilm és a következő játékfilmünkre való készülés, amiben én tervezem a dolgokat. Csodálkozol, hogy refluxod van. Jó, hát, nem csodálkozom, pontosan tudod, mitől van. Én tudom, mivel szoktál kikapcsolni. Ha kikapcsolsz, gyorsan elárulom, én fifáztok rengeteget. Az még tart? Most már kevésbé. Most már
Azt már most már harmadik fel, éve, harmadik éve van egy új mániánk. Na, ezt akartam kérdezni, hogy mivel pihen Tiszeker Daniam egyébként, aki nem pihen? Rendkívül gyermeteg és bugyután hangzik, de amerikai foci fantasyt játszunk. A fantasy futball ez a neve, nem? Fantasy futballt játszunk, de olyan szinten, hogy már van Budapest Filmmakers nevű fantasy csoportunk, és összeszedtük a filmesek közül azt, aki amerikai focit néz, és hát hihetetlen nagy hobbivá vált az, hogy ennyire követjük az amerikai futballt, és ennyire csodálatos az, hogy egymás ellen játszunk egy ilyen virtuális játékot, hogy gyakorlatilag egy tippjáték, de rendkívül izgalmas az, hogy hogyan cserélgetünk ki, hogyan ítéli meg, hogy az adott héten melyik csapatból melyik játékos lesz jó. Úgyhogy azóta nem Facebookozom, nem Instagramozom, nem nézek semmit, csak ezzel foglalkozom, hogyha szabadidőm van, és ezt rendkívüli módon ki tud kapcsolni, hogy na, ezen a héten a Szabó Tomi Vágóval milyen nehéz csapatunk, vagy összecsapásunk volt, nagyon bugyután és gyermetegen hangzik, sokan nem értik, hogy ebben mi a jó, de teljesen rácsúsztunk. Teljesen. Még a Mészáros Máté színész is, mint nagy NFL drukker benne van, meg sokan mások.